Nyílik a kormányhivatal agrárügyi főosztályának kapuja. Ezen a helyszínen történik a házi orvosok által rendelt gyors tesztek elosztása Pécsett. A kiszállítást polgárőrök végzik. A Baranya megyei polgárőrök a pandémia kezdete óta a védekezésbe aktívan kivették a részüket. A rendőrségek közösen házi karantén ellenőrzést végeztek, majd a kormányhivatal felkérésére az oltás kezdetétől folyamatosan vakcinaszállításba vettek részt hetente több alkalommal, most pedig a mai napon az antigén gyors teszt kiszállításba segítkeznek a kormányhivatalnak. Az antigén tesztek alkalmasak az akut fertőzés kimutatására. Dr. Ezer Kinga háziorvos elmondta, hogy 2-3 havonta rendelnek ilyen csomagokat. Ha valaki felső légúti tünetekkel jelentkezik, ugye aki koronavírus fertőzésre gyanús, annál elvégezzük a gyors tesztet, és akkor így azonnali diagnózisra juthatunk. A polgárőrség részéről sok szervezést és komoly logisztikát igényel a szolgálatok szervezése, mint ahogy az országban mindenhol, ebben a megyében is a településeken működő, gépjárművel rendelkező egyesületeket értesítik a feladatokról, melyre rendszerint gyorsan beérkeznek a válaszok. Két műszakban egyszer 9-től 13-ig, és utána 13-tól 16 óráig. Hetente 2-3 alkalommal, 3-3 gépkocsival ellenszolgáltatás díjazás nélkül szabad idejük terhére végzik. A szakemberek továbbra is kérik a lakosságot, hogy akinek felső légúti tünetei vannak, keresse fel házi orvosát. Így a szükséges vizsgálatokat időben elvégezhetik, és megfelelő kezeléssel a páciens mihamarabb meggyógyulhat.